A Matthias Corvinus Kollégium szekszárdi kirendeltségének évadnyitó előadásán Litkei Máté, az MCC klímapolitikai intézetének igazgatója beszélt az Európát sújtó energiaválságról. Mint mondta, ez nem új keletű dolog, leginkább a Covid-járványra vezethető vissza, hiszen ott már volt egy gazdasági leállás, aminek hatására lecsökkent az energiaigény, majd amikor újra élénkült a gazdaság, megnőttek ezek az igények, ezzel párhuzamosan pedig az energiaárak is. A jelenlegi helyzetet talán úgy tudnám leginkább összefoglalni, hogy nyakig ülünk a slamasztikában, és sajnos ez azért alakult így, mert Európa proxy módon belesodródott ebbe a háborúba, ami Oroszország és Ukrajna között zajlik. Kezdődött ez azzal az egyébként véleményem szerint morálisan teljesen helyes testtartással, hogy különböző szankciókat vetettünk ki Oroszországgal szemben, amelyek egyébként nem a háborúval kezdődtek, a Krím annektálásával 2014 óta folyamatosan szankciókkal élünk Oroszországgal szemben. Tehát önmagában a gazdasági szankciók nem hoztak újat. Az újat azt hozta, hogy Európa bejelentette, hogy szeretne teljes mértékben leválni az orosz energiaszállításokról, és a szankciók egy részét kiterjesztette az energiaszektorra is. Ez kezdődött az ötödik szankciós csomaggal, ami a Szenet érintette. A hatodik szankciós csomagba az olaj is bekerült, és a mostani döntés, amit az Európai Bizottság most javasol, még nem döntés, valójában egy javaslatról beszélünk, ez a gázár sapka kérdése, ez pedig egy újabb szankcióként értékelhető Oroszországgal szemben. Az első ilyen válaszlépés, ami komolyan érintette az energiaszállításokat, a rubel alapú elszámolás volt, amelyben számos európai ország nem egyezett bele, sőt a bizottság egyébként bátorította az európai országokat, hogy ne egyezzenek ebbe bele. Ennek a vége az lett, hogy különböző, főleg gáz- és olajszállítási útvonalak leálltak, ilyen például a Jamal nevű gázszállítási vezeték, amelyen keresztül például a Lengyelországnak az ellátása teljesen megszűnt. A testvériség nevű vezetéken is korlátozások lettek bevezetve, az északi áramlaton pedig a napokban állt le teljesen a szállítás. Európát felkészületlenül érte, hogy a szankciókra Oroszország válaszlépésekkel reagált. Az a függés, ami Európa és Oroszország között volt az elmúlt időszakban, egy kölcsönös függés volt. Tehát az elmúlt évtizedekben Oroszország legalább annyira számított az európai piacokra, mint amennyire számított Európa az olcsó energiáról Oroszországból. Ez a világ azonban úgy néz ki, hogy véget ért ezzel a háború kitörésével. És hogy milyen világ lesz ezután, azt valójában még senki nem tudja. Az oroszok nagyon magabiztosan állítják, hogy el tudják adni az energiát. Ma is nyilatkozta Vladimir Putin, hogy Európa meg fog fagyni, szó szerint így fogalmazott, és az orosz energiahordozókat viszont el tudják adni, főleg Indiának és Kínának. Ez azt jelenti, hogy még tavaly 155 milliárd köbméter gáz szállított Oroszország Európának évente, mint legnagyobb importőr, most az Egyesült Államok a legnagyobb cseppfolyósított földgáz szállító Európában, de csak 91 milliárd köbmétert ad idén, s a kettő között óriási a különbség. Mindez pedig hatalmas nyomást helyez az európai gázpiacokra, és ez az, ami felhajtja az árakat. Ilyen a gáztárolóknak a visszavásárlása, ilyen volt egyébként a meghatározó energetikai cégek, például a MOL-nak az állami tulajdonba kerülése. Ezeket a cégeket vissza kellett vásárolni külföldi befektetőktől, sokszor külföldi állami befektetőktől. Ki kellett szorítani azokat a nemzetközi szereplőket, amelyek egyébként befolyásolni tudták a hazai energiapiacot. Ilyen volt az a döntés, hogy hosszú távú szerződés lett kötve Oroszország irányába a gáz beszállítás ügyében. Ez azért nagyon fontos, mert Magyarország kb. 10-11 milliárd köbmétert használ gázból éves szinten. Ennek a felét egyébként a lakossági fogyasztás viszi el. Ezen van lehetőség csökkenteni, és a kormányzati politika ebbe az irányba fog menni, hogy a gázfelhasználást muszáj csökkentenünk, hogy a kitettségünket tudjuk csökkenteni. A helyzet nagyon súlyos, tette hozzá a szakértő. Mint mondta, az európai döntéshozók azt feltételezték, hogy a különböző szankciókkal sikerül majd Oroszországot rávenni arra, hogy befejezze ezt az offenzívát, de ez nem így történt, hiszen ezek a megszorítások nem működnek. Európának újra kell gondolni az ezzel kapcsolatos politikáját és megoldást találni az energiaválság kezelésére. Magyarország kivételes helyzetben van. A kormányzat az elmúlt években már megtette azokat a szükséges lépéseket, amelyekkel a most kialakult válságra megfelelően tud reagálni. Magyarország jelenleg egy nagyon szűk mezőn kell, hogy haladjon. Európa része vagyunk, Európával egységet kell, hogy felmutassunk, és ezt az egységet nem szabad megtörnünk, de közben pragmatikusnak kell maradnunk az energia tekintetében.
Litkei Máté hozzátette, amit csak lehet, meg kell tennünk, hogy szert tegyünk a lehető legnagyobb önállóságra az energiaszektorban. Ez az egyetlen kiút ebből a helyzetből.